Nos, hát úgy kezdtem, hogy boldog új évet kívántam, és azt hittem, hogy lehet is, mert elkezdődött most egy új év, és reméljük, hogy egy nagyon fontos év jön el a csapat életében. Így az első 5 foglalkozás után, hogy látod a dolgokat. Hát ez egy ilyen közhely, hogy azt mondja az ember, hogy jó, de tényleg rendben van minden, kaptak a lányok nyárára feladatot, szerintem zömében meg is csinálták, vagy sokat megcsinálták, és is ráálltak a munkára, már tegnap nagyon szépen dolgoztak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a felkészülésünk is jól fog sikerülni. Milyen állapotban kell ilyenkor a lányoknak az első edzésre megérkeznie? Hát az tulajdonképpen, ha elvégezték azt a munkát, vagy a 80%-át, amit én előírtam, akkor általános edzettségüknek kell lenni. Tehát azt, amit évközben is edzünk. Én szerintem nem tudtuk elérni, de azért ez nem világ tragédiája, mert azért van a felkészülési időszak, hogy ezeket pótoljuk, vagy kiegészítsük. Rendben vannak a dolgok. Te mennyire tudtál pihenni? Ugye talán még júniusban beszéltünk, és akkor is azt mondtad, hogy már a felkészülési programot állítod össze. Sikerült azért egy kicsit kikapcsolódni, elszakadni a kézilabdától? Nem, nem hiszem, az edzői munka az olyan, hogy az, abban mindig benne él az ember, de nem biztos, hogy ez a rossz. Tehát, hogy foglalkoztatja az ember, töri rajta a fejét, csinálja. Jó volt, ez rendben volt nekem, nem volt vele probléma. Ugye rengeteg felkészülést vezényeltél már le az edzői pályafutásod során. Próbál ilyenkor az ember mindig valami újhoz nyúlni, vagy azért úgy alapjában, mivel meg vannak a bevett formulák? Hát az a helyzet, hogy az utóbbi ilyen 10-15 évben már korszerűsödött a dolog, mert valamikor mindig előről kezdtük a felkészülést. Tehát annyira előről, hogy hosszú távokat sokat futottunk, aztán kiderült, hogy arra nincs akkora szükség, hanem rövidebbeket, meg a kézilabda az jobban hasonló kézilabdás jellegű mérkőzés, jellegű dolgokat csináljuk, és ebbe biztos, hogy változott. De mondom, ez nem tavalyról az idénre, hanem egy 10-15 évre visszamenőleg. Jövő héten edzőmérkőzés is következik, ha jól tudom, akkor a pénzügyőrrel kezdünk. Ezekre a mérkőzésekre milyen állapotba kell kerülni a csapatnak, vagy itt inkább az a fontos, hogy játék közben is lásd őket végre a terhelés mellett? Hát ez utóbbi is fontos, mert vannak új játékosaink, és azért, hogy legyen alkalmuk a többiekkel alkalmazkodni, de az egész inkább arra van, hogy megszakítani a felkészülés monotonságát. Kicsit játszani, kicsit más, talán szellemileg pihenni, de ugyanakkor meg amit lehet belőle kihozni szakmai szempontból, ezt megpróbáljuk kihozni, de mondom, ezek tényleg csak ilyen jókedvre derítő feladatok. Idén sem lesz edzőtábor, de ezt tavaly is elmondtad, azt hiszem, hogy ez talán nem is feltétlenül baj, hogy végig a megszokott környezetben tudtok készülni, ez így lesz most is akkor? Ez az egyik, hogy a megszokott környezetben, meg itt minden feltétel megvan ahhoz, hogy mi fölkészüljünk, egy ilyen szintű csapatnak ez szerintem tökéletes, és hát az anyagi kihatása is van, mert akkor ezt a pénzt máshol fogjuk tudni felhasználni, ami szükséges lesz. Nem akarok még nagyon a bajnokságba belemenni, az egy fontos dolog volt, hogy a nyugati csoportba került a csapat, ugye ez egy remény volt, gondolom, hogy akkor most már ennek megfelelően célirányosan lehet készülni az ellenfelekből. Igen, ez azért volt fontos, mert az előző évben kerültünk át a nyugatiba. Na most, ha minden évben más csoportba kerül az ember, akkor ott mindig fel kell térképezni, egy csomó új dologgal találkozik, itt nagyjából ugyanazok a körülmények. Azt gondolom, hogy tavaly is, ha egy kicsit szerencsésebben alakul a dolgunk, akkor egész végig az elsőséggel is első versenyben lettünk volna. Most, hogyha jól sikerül a felkészülésünk, ha jól összeáll a csapatunk, akkor szerintem minden esélyünk meg lesz az, hogy beleszóljunk az elsőségbe.